Ebben a videóban Vörös Marti Mihály a Gutenberg albumba című versét szeretném bemutatni neked. Mielőtt azonban belecsapnánk a verselemzésbe, hallgassuk meg a művet Takács Katalin színésznő előadásában. A Gutenberg albumba című verset a költő Vörös Marti Mihály 1839-ben írta. Először 1840-ben jelent meg a mű egy Braunschweig nevű németországi településen. De vajon hogy került Vörös Marti verse Németországba? Hadd meséljem el neked most ezt a történetet. Johann Heinrich Meyer, egy német kiadó, a könyvnyomtatás feltalálójának 400. évfordulójának alkalmából szeretett volna kiadni egy kötetet, ami emléket állít Johann Gutenbergnek, a könyvnyomtatás feltalálójának. Szerette volna, hogy ebben a kötetben minél több nemzet és nyelv képviseltesse magát. Végül 47 nyelven kerültek bele szövegek, s köztük volt Vörös Marti most tárgyalt verse is. A Magyar Tudományos Akadémia éppen őt jelölte ki az alkalmi vers megírására. A költemény magyar nyelven került a kötetbe, illetve gyenge német fordításban is. Waldafej József, a nagyszerű irodalomtudós, azt mondta, hogy az egész album legszebb verse Vörös Martié. Ez nem is csoda, hiszen a vers különleges szerkesztése és mély tartalmi mondanivalója az irodalom nagyjai közé emeli. A Gutenberg albumba cím egyfelől utal a vers megjelenési helyére, magára az albumra, amiről egy fényképet a dián is láthatsz. Másfelől utal a költemény alkalmi voltára, tehát arra, hogy a költő szándéka csatlakozni a megemlékezéshez. Fontos, hogy a cím kijelöli a vers megszólítottját, Gutenberget, a könyvnyomtatás feltalálóját, akit a felvilágosodás korában a kultúra és a civilizáció atyaként tartottak számon. Nézzük meg, mi is a most tárgyalt vers műfaja. Bizony, már első ránézésre is látszik, itt egy epigrammáról van szó. Jól mutatják ezt a formai jegyek. A Gutenberg albumban rövid, disztihomban íródott, és a csattanót is megtaláljuk a végén. Mégis azt kell mondani, ez a vers már meghaladja a klasszikus epigramma határait. Ha jobban megfigyeljük, ódai jegyeket is észrevehetünk benne, ilyen például a dinamikussága vagy az emelkedett hangvétele. A vershelyzet alapját a könyvnyomtatás 400 éves évfordulójára való emlékezés alkalma adja. A mű fő kérdése, mikor lesz Gutenberg nevére méltó a világ? A versben a költő szembenéz Gutenberg örökségével. Itt idézném Vörös Marti egy másik versét, a Gondolatok a könyvtárban című költemény. Mente a könyvek által a világ elébb. Látjuk, ez a téma más versében ugyanúgy fontos szerepet kap. A
felvilágosodás a könyvre, mint a tudatlanság megszüntetésének eszközére tekintett. Vörös Marti saját jelenében kérdőjelezi meg ennek a sikerességét. Most nézzük meg, milyen szerkezeti egységekre bonthatjuk a művet. Ha figyelmesen olvasunk, észrevesszük, hogy a vers egyetlen szónoki bravúrral megszerkesztett körmondat. Mondattani elemzéssel megállapíthatjuk, hogy a vers két szakaszra bontható. Az első hosszabb rész mellékmondatokból épül fel, a második rövidebb egység pedig a főmondatokat tartalmazza. Most ezeket a szakaszokat kicsit részletesebben fogom elemezni. Az első 12 sor tagmondatai feltételes alanyi, illetve időhatározói mellékmondatok. Figyeld meg, minden egyes mellékmondat ugyanúgy kezdődik, majd ha. Ezt anaforikus sorkezdésnek nevezzük. A szöveget itt elsősorban a gondolatritmus alakzata szervezi. Ez egy olyan szövegalakzat, ami nagyobb nyelvi egységek ismétlődésére, párhuzamára épít. A költő a különböző képeket egymásra halmozza, a fokozás eszközével pedig emeli a vers hangulatát. Ellentétekre épít, mint például erőszak és béke, vagy éj és napfény, illetve túlzó képekre is épít, mint például eget ostromló hang. Minden sor valójában a zárlatra, a késleltetett főmondatra utal. Gyakorlatilag ez a szerkezeti egység az utolsó két sort készíti elő. Ebben a két sorban találjuk a késleltetett főmondatokat. Egyben a vers csattanóját. Így szólítja meg újra a vers címében megnevezett Gutenberget. Vizsgáljuk meg most a vers képi és eszmei rendszerét. Ehhez haladjunk sorról sorra. Az első két sorban a fény-sötétség metafora pár segítségével állítja szembe a költő a hazug álmok papjainak ámítását a valódi tudással. Egyben a fény utal magára a felvilágosodásra és a teremtős történet világosságára is. A második két sor az erőszak és béke ellentétére épül. A következő rész központi gondolata a társadalmi igazságtalanság megszűnése. A negyedik mellékmondatban ismét a fény metafora kerül előtérbe. Figyeljük meg, hogy a világosság nyugatról terjed keletre. A való világban ugye éppen fordítva szokott ez lenni, hiszen a nap keleten kell. Ebből is láthatjuk, hogy itt nem pusztán fényről, hanem a tudás és a kultúra a felvilágosodás eszméinek terjedéséről van szó. Ha megnézzük a főmondatot megelőző részt, láthatjuk, hogy az itt megfogalmazott központi elem, az igazság, fontosságát a szerző külön kiemeli. Négy sort is szán rá. Ennek kiterjesztése az egész emberiségre világtanácskozással érhető el. Az előbb elhangzott állítások a 18. századi felvilágosodás és liberalizmus legfontosabb üzenetei voltak. Ezeket az eszméket adja meg a költő az eszmei világ feltételeiként. Vörös Marti versében nem csak a magyar nemzet érdekeit szemléli, az egész emberiségre kiterjesztett békét és tudást hirdeti. Egyfajta kozmikus vízióban képzeli el az ideális világot. Ezt az eszmei vágyott társadalmat ütközteti a kiábrándító valósággal, ahol sötétség, tudatlanság, erőszak és társadalmi egyenlőtlenség uralkodik. A vers hangvétele a várakozásokkal ellentétben nem ünnepi, sőt sokkal inkább ünneprontó, hiszen még nem lehet megünnepelni Gutenberg emlékét, az eszményi világ még nem valósult meg. Vörös Marti mégis optimista jövőképet vázol fel, a fejlődés még békés úton is megvalósulhat. Ezt adja meg az emberiség megvalósítandó programjaként.
A költemény verselése időmértékes, disztihonban íródott, ami egy hexameterből és egy pentameterből álló versforma. Bár az epigramma tipikusan klasszikus műfaj, a verset mégis inkább romantikus jegyek határozzák meg. Ilyen a látomásossága, a profétáló beszédhelyzet, a műben megjelenő patetikus hangulat, a költői hév és szenvedélyes hang, az ellentétek, mint például a világosság sötétség, vagy a szív és ész ellentéte, illetve azok a túlzó képek, amelyekben az eszmék megjelennek, mint például az eget ostromló hang. Végezetül szeretnék számodra egy-két elgondolkodtató feladatot adni. Ha megállítod a videót, el tudod olvasni ezeket a feladatokat, végig tudod őket gondolni, és meg tudod őket oldani. Köszönöm, hogy meghallgattad a videómat, jó tanulást kívánok!